Körülbelül 10 éve kezdtem el így hobbiból rajzolni, egy ilyen unatkozós délután, és abból alakult ki ez a kiállításanyag is tulajdonképpen. Itt van a legelső rajzom is, amit azon a délután rajzoltam, azt még kék gólyos tollal. De tulajdonképpen az gyerekkoromból indult ez a szerelem, úgyhogy óvodáskoromtól rajzolok. Egész gyerekkorom óta ez volt a legnagyobb szerelmem tulajdonképpen, és azt is hittem, hogy majd ezzel fogok felnőttként foglalkozni, hogy ez lesz a hivatásom, de nem így lett. De azt gondolom, hogy mindenkinek kell valami olyan, ami egy kicsit kiteljesíti az életét a családon vagy a munkáján kívül, és nekem az egyik ilyen hobbim a rajzolás. Egy kicsit nehéz volt itt most kiállítást szervezni, mert nagyon régen elköltöztem innen, és szerintem ahonnan az ember származik, mindig ott a legnehezebb megmutatni, hogy mihez ért. A rajzaim azok teljesen belülről jönnek, ami megfog. Tehát az önálló alkotásaim azok teljesen a fantáziám szülöttei. Tagja vagyok egy rajzos csoportnak, ott hétről hétre van egy hívószó, amire lehet rajzolni, úgyhogy néhány munkám egy-egy ilyen témára készült, illetve vannak illusztrációim is, amik meg hát irodalmi művek, ihlettek épek. Tavaly megmérettem magam a 3. Budapesti Illusztrációs Fesztiválon, és a debreceni Csokonai Vitéz Mihály, Borbély Szilárd fordulón első díjat nyertem az illusztrációimmal. Az alkotó rajztanári diplomát szerzett, viszont csak 2 évig dolgozott a szakmájában. Tudását, tapasztalatait szakkörökön és táborokban adja át a fiataloknak. Addig élmény, amíg hobbi. Tehát nem gondolom, hogy belőle most illusztrátor lesz, miután megnyertem ezt a díjat. Sokkal jobban szeretek olyan művekre rajzolni, amit én választok ki, és abból lesz az igazi alkotás szerintem. Nagyon olcsó a technika, amit használok, bármilyen papír és egy egyszerű fekete golyóstól, tehát nem hiszek abban, hogy a drága technika emelne az alkotásnak az értékén vagy minőségén. Nagyon hiszek a rajzolásban, tehát nagyon fontos nekem, hogy aki alkot, az tudjon jól rajzolni technikailag is, meg legyenek az alapok. És én szerintem ez a technika, amit én használok, ez nem hagy lehetőséget a mellébeszélésre, tehát amit én elrontok, azt akkor vagy újra kezdem, vagy újra rajzolom, tehát muszáj precíznek lenni. Én úgy nőttem föl, hogy a rajzolásból nem lehet megélni, és az nem egy életcél. És ez engem eléggé eltérített attól, hogy erre alapozzam az életemet. De nem tudnék enélkül élni valószínűleg, tehát nem véletlen, hogy visszakanyarodtam ide a 40-es éveim elején. És hát azt gondolom, hogy akinek van tehetsége és szeret rajzolni, az rajzoljon. Mert a rajzolás az nem csak azt jelenti, hogy művészeti alkotásokat alkot, hanem a vizualitás az egész életünkben segít eligazodni. És főleg manapság, amikor a monitorról, meg a telefonról is a képek záporoznak az ember felé, nagyon-nagyon fontos megtanulni ezeket a jeleket, a vizuális jeleket, a vizuális kommunikációnak a stílusai, a hátulütőjét, minden a jeleket, és szerintem nagyon fontos a rajzolás ehhez, és a rajztanítás is nagyon fontos ahhoz, hogy az ember ezt jól megtanulja, mire felnő. Mindenkinek fontos, hogy ne csak a munkája, ne csak a családja, ne csak a hétköznapi rutinok legyenek az életében, hanem találjon magának valamit, amivel ki tud kapcsolódni, és szerintem a rajzolás az azért jó ebből a szempontból, mert nagyon egy egyszerű dolog, kell fogni egy tollat, vagy egy ceruzát, meg egy papírt, és lehet firkálni, a firkából lehet akár egy komolyabb alkotás is, ki lehet, ha valaki komolyabban szeretné csinálni, kitalálhat, vagy kipróbálhat új eszközöket is, úgyhogy igazából ez egy nagyon egyszerű dolog arra, hogy az ember kikapcsoljon egy kicsit. A kiállítás március 1-jéig tekinthető meg a Bonyhádi Művelődési Központ kiállító termében.